Szevasztok! A 80-as évek iránt érzett nosztalgiával szórt hevületem okán úgy érzem magam, mint egy hormonborult szentimentális terhes tapír. Hogy ne kelljen végképp megszégyenülten a csaksajok kanapéján picsognom az RTL-nél, megpróbálom megmagyarázni a bizonyítványt és bepillantást nyújtani abba az atmoszférába, amely a 80-as évek gyermekkorát belengte, átitatva a gyermeki eszmélet rétegeit izgalommal, lelkesedő áhítattal, félelemmel, vegyes buzgalommal. Rettegve kíváncsian próbáltunk ifjú szümünkkel a bábszörnyek arcába nézni, úgy tenni, mintha nem ragadna át ránk a filmekben látott rémektől való rettegés, mintha nem néznénk be az ágy alá a biztonság kedvéért, hanem éppen ellenkezőleg bátran másznánk ki nem létező saját külön szobánk ablakán a tetőre, s onnan a pajtába hősködni, leselkedni. Szevasz, te kis disznó! A bemutatni kívánt ifjúsági sci-fi horror filmek több szempontból is érdekesek. Egyrészt tizenéves gyerekek főszereplésével készültek, s nyilvánvalóan a gyerekeket célozták velük elsősorban, olyannyira, hogy sokszor a horror műfaj jelölés mellé a vígjáték jelzőt is odabiggyeztették, mintha ettől már is kisebbeket fostam volna a gatyámba a rémisztő jelenetektől, másrészt egyszerre voltak elképesztően gagyik, bugyuták és ízig-vérig az amerikai egysíkúság mintapéldái, de ugyanakkor végtelenül elbűvölőek és magával ragadóak voltak, a figyelem központjába és a kisfiúból hőssé nemesülés fókuszába vágyás üzemanyagaként működtek. A három nagyon hasonló felépítésű, ugyanazon húrokat pengető film, a szörnyecskék, a rémecskék és az idegenek a marsról. Elsőként szokásos módon egy kis spoileres összefoglalót adnék durvulási sorrendben, azután térnék csak rá a számomra érdekes aspektusokra. Na mi a helyzet, Gizmi? Ó, jaj, bocs, bakker, ne haragudj! Kezdjük a leggagyibbal, a szörnyecskékkel. Egy csávó karácsonyi ajándékot keres a fiának, ezért betér egy kínai butikba, ami okosan el van rejtve a vevők elől. Állítólag minden a világon kapható ott, de mindegy ismert a faszi, úgyis inkább eladni akar valami bizbaszt, de mivel nem vesznek tőle semmit, végül kiválasztja az egyetlen dolgot, ami meg nem eladó. Vágó Kozma Mari, gyártásvezető Nagy Zoltán, szinkronrendező Dr. Márkus Éva. Aztán csak hazaviszi a kis mogvájót, és mindössze három szabályt kellene betartaniuk vele. Tartsa fénytől védve, gyűlölje az erős fényt, és a víztől is óvja. Sose legyen nedves, és ne is igyék. Ha bárhogyan könyörög is, nem kaphat enni éjfél után. Mondanom sem kell, hogy egyiket sem sikerül betartani. Amint hazaviszik, rommást roboszkópozzák, aztán módszeresen locsolgatják vízzel, végül véletlenül éjfél után is kap enni, oda is az update diéta, időzónák ide vagy oda. Hömpörödnek is elő belőle a kis klónok, jóval rohadtabb kivitelben. A srác közben fűzögeti a kolléganőjét, de az mindig kikosarazza, mivel korpás, mint az állat, és kutyával díszíti a házát. A szörnyikék közben kicsinálják Bentondokit és a szomszédságot, aztán igényes kivitelezésben végig rezegnek az úton, szétkúrják az egész várost, Majka és Curtis klippet forgatnak, végül bennégnek a moziban. Végül az öreg visszakéri a mogvájt, nincs már mit tönkretenni, és besétál egy képes labba. Űrhajó érkezik a kis David és családja háza melletti domb mögé, és a jó öreg testrabló alienek ki is szívják a fatár nyakát nyomban, aki onnantól kezdve Steven Seagal érzelmi intelligenciájával tud csak megnyilvánulni. Hova lett a másik papucsod, apa? Nem is tudom. Elvesztettem. A kis Davidnek rögtön feltűnik, hogy az apja egy seggfej lett, de az anyjának ez már nem ilyen egyértelmű, így az ő tarkójára is kerül egy alien csók, akárcsak a rendőrökére, a gonosz tanárnőjére és szép lassan a városlakók többségének a nyakára. Az alienek aztán meg is mutatják magukat, amint a tarkó sebbe épített adóvevő segítségével elgyakorolják a magánhangzókat. David csak szőke tanárnőjében bízhat, de az annyira kancsi, hogy semmit sem vesz észre az egészből. Erre van az alagút bejárata! Én nem látok semmit! A rettenetes színészi játékról viszonylagosan jól sikerült látványtrükkökkel próbálják elterelni a figyelmet. A gyerekeket és nőket boldog révületben fegyverrel terrorizáló rendőröket gigantikus pengés műbráner zavarja meg,
minden idők egyik legnagyszerűbb akció jelenetét követően pedig a karbantartó hip-hop első szárny bontogatásai láthatók. A 90-es években mindenki táncolt, és micsoda tánc volt, adtunk a szépet. Melír a hajban break, ez volt a lényeg, még most sem értem. Az öreg pedofilok sorban letapizzák a kis Davidet, míg a megzombult apuka gonosz tervet forral a legújabb űrrakéta megsemmisítésére, amit Commodore 64-es szimulációban nyomon is követhetünk. A katonaság végül megszállja a föld alatti űrlény alagútrendszert, a szörny struccok sugár kezelik Révész Máriuszt, a kis Davidet meg elnyeli a homokozó. A kisrác megpróbál dumálni az agyfőnökkel, a Marsi Anikót bekajálják a lények, Lindát megmentik a kényszerű inszeminációtól, végül a világon mindent szétlőnek, a kisrác el is dönti, hogy mostantól takarékoskodni fog. Az űrhajó felrobban, de az egész álom volt, úgyhogy kár is ezért a 92 percért. Ez az enyém. A börtönviselt kríták, vagyis rémecskék megszöknek a meteorról, ezért Culák Andrea utánuk küldi a fejvadászokat. Ti vagytok jelenleg a legjobb, sőt, az egyetlen működőképes csapatom, kivéve természetesen Orcs admirális vad drakhúfjait. Nem megmondtam, hogy mi vagyunk az egyetlen valamire való banda. Akik a szószoros értelmében saját maguknak vadásznak fejet. A szökevény űrhajó éppen a kisbered és családja háza mögött landol, az előbbi Mars támadó sökörséghez kísértetiesen hasonló környezetben. Az alkoholista Forrest Gump már évek óta várja az űrlények látogatását, hülyének is nézi mindenki a városkában, pedig hamar kiderül, hogy jogosan parázott, mert a savanyú cukor arcú vadászok egészen a földig űzik a kríteket. Brad apjáról kiderül, hogy egy zseni. Azt hiszem, ebben nem fog sok szénát szállítani. Nem. A nővére meg összejön Billy Zane-nel. A családi vacsora rosszul sül el, mivel a fater a saját vizeletét issza, meg is támadják a pincében a rémek, és sorra szedni kezdik áldozataikat. A fejvadászok romba döntik a templomot, és szétcseszik a kocsmát, a család meg kibe menekül a házból a gorombas ündisznók elől. A kisrác összefut a két baromarcú pribékkel, akik az időközben gorilla méretűre hízott rémek begyűjtése érdekében szanaszét lövik a verandát, majd mikor meglátják, hogy él a szar, a WC-t is. Különösebb eredményt senki nem ér el a rémek ellen, a serif is csak lövöldöz össze-vissza. Sün! Menjenek a rém! Sün! A két leghülyébb eljut az űrhajóig, és a házi készítésű csőbombával végül felpukkantják az idegenek hajóját, de csak miután azok romba döntik a házat. A fejvadászok innen is elkésnek, de adnak Bradnek egy távirányítót, amivel visszatekerheti a filmet oda, ahol még állt a házuk. Lehet is menni aluszkálni, addig a rémtojások elbuzognak felügyelet nélkül is a pajtában. A Xenia láb, ez minden őrűséget megmagyaráz, hajtól az űrön át. Nos, ezek a filmek elég fosnak tűnnek. Felmerül tehát a kérdés, hogy vajon mi a fasznak beszélek róluk egyáltalán. Tényleg vajon miért? Baszki. Na jó, azért van egy egészen jól körvonalazható oka, értelme annak, hogy ezeket a filmeket a figyelem középpontjába ajánljam. Jaj, bocs, Gizmi! Na, jól van, ne haragudj! Gyere, egyél valamit, még csak negyed egy van. Bár naív, de a magyarhoz képest több pontjában markáns és fontos különbségeket mutató amerikai gyermekkort, ifjúsági világot mutatnak meg ezek a történetek. Beláthatatlanul szabadabb, önfelettebb, korai felnőttesedés csugalló gyermeki világok sejthetők az ábrázolt képek mögött, természetesen tudva azt, hogy ez az idillinek vagy legalábbis érdekesnek mutatott világ ugyanúgy marginális, és az anyagi, materiális kontextustól függően ritka, akár csak a jobb sorsú magyar családok gyermekeinek tapasztalata. De egy kis magyar faluból nézve mégis elképesztő vonzerővel, irigykedésbe hajló vágyakozást keltő színvilággal jelenik meg az, ahogyan a vidéki környezet biztonságában szabadon mozgó, szülei által nagyfokú nyíltsággal, egyenrangúságra törekvéssel kezelt fiúk felmérhetetlenül nagynak tűnő felelősséggel és önállósággal kezelik apróbb vagy komolyabb ügyeiket. Úgy vélem, ez az attitűd segít a srácoknak viszonylagos bátorsággal felvenni a harcot a gyermeki félelmek összesűrűsödött árnyékvilágát jelképező szörnyekkel. Érdekes megfigyelni, hogy még a leginfantilisebb szörnyecskék jelenetei között is találhatók mai szemmel a gyerekek számára talán túlságosan is rémisztő képsorok, de a Critters és a Mars támadók esetében ez fokozottan igaz,
noha mindhárom remek művet ifjúsági filmnek szánták. Mégis, mintha a rendezők nem tudták volna eldönteni, hogy gyerekeknek vagy csak gyerekekről szóljanak a történetek, mintha néhol túlszaladtak volna a kicsik számára fogyasztható képsorokon, és véleményem szerint ez a filmek összhatásán is érezhető nem csak az adott durvább jeleneteken. Míg egy reszkesetek betörők vagy egy BMX banditák esetében szinte patika mérleg pontossággal kimérésre került, hogy mi fér bele az adott korosztálynak, a bemutatott három skifinek néha lecsúszik a lába a vékony határvonalról és bele-bele tapos a horror ingoványába. Gyerekként talán ezért is volt annyira nagy, néha sokkoló hatása ezeknek a szörnyfilmeknek, és talán éppen a 80-as évek gyerekkorára jellemző felfogás miatt, mint ahogy a filmek főhőseit, talán minket is felnőttebb sorba ültettek a rendezők, és úgy gondolták, birkózzunk meg ezekkel a kevésbé gyerekbarát képsorokkal is. Én sokszor összefostam magam ezektől, de úgy érzem, nem okoztak semmi komoly maradandó károsodást. Felnőtt fejjel megnézve ezeket a filmeket, azt hiszem nem okozok meglepetést azzal, hogy 4-esnél jobb osztályzatot nem tudok adni, és valószínűleg már ebben is nagy pozitív hatása van a nosztalgiának. Kulturális mementóként viszont talán érdemes tudni arról, hogy léteztek a 80-as években ilyen és ehhez hasonló ifjúsági sci-fi, horror és kalandfilmek, amelyeket ma már mind színvonalukban, mind hatásukban nehéz volna reprodukálni. Jaj, ne már! Tudtam, hogy ez lesz baszki!